Ugyan az első oltási akcióhét már lezárult, még mindig sor áll a szekszárdi oltópont előtt. A kezdeményezés sikerességét látva Magyarország kormánya meghosszabbította annak lehetőségét, hogy regisztráció nélkül minden nap reggel 7 és este 7 óra között bármikor felvehesse az ember a koronavírus elleni vakcinát. Nem kell annyira sorba állni végeredményben, bármikor jöhet az ember, úgyhogy sokkal jobb így. Ez a nő már 2 hete vár az oltásra a lakhelyén, de az akcióhetet kihasználva Szekszárdra utazott, hogy felvegye a 3. vakcinát is. Pakson regisztráltam, de nem kapjuk ott meg, és akkor úgy döntöttünk, hogy inkább ide eljövünk. És itt minden nélkül megkaptuk, amit kértünk. Németh Csaba, a Tolna megyei Balassa János kórház főigazgatója elmondta, egyre többen használják ki az akcióhét kínálta lehetőségeket, hiszen egyre többen ismerik fel, hogy az oltássor és az emlékeztető vakcina felvételével van legnagyobb esélyük elkerülni a betegség súlyos lefolyását. Az, hogy kinek melyik oltás a javasolt, vagy ha valakinek kérdése van az oltásokkal kapcsolatban, az oltóorvosokkal lehetőség van konzultációra, és az oltási sor bármelyik oltását lehetőség van fölvenni. A főigazgató elmondta, többen voltak, akik most kapták meg az első oltást, de a 2. és a 3. vakcina felvételére is volt példa. Hozzátette, hogy a szekszárdi oltópont reggel 7-től este 7-ig várja az oltakozni vágyókat, délelőtt a Lila épületben, délután pedig a rendelőintézetben. A Bonyhádi kórházban is várják a jelentkezőket a héten. Fischer János már mindhárom vakcinát megkapta. Nagyon fontos az, hogy egészségesek maradjunk, főleg 70 éves vagyok, tehát úgy gondolom, hogy a védekezés az feltétlenül szükséges. Müller Ádámnét a Pfizerrel oltották be. Én vese transzplantált vagyok, és ugye itt meg van határozva, hogy mi milyeneket kaphatunk, úgyhogy akkor azt kaptam meg. A november 22 és 28-a között zajló akcióhét során 784 ezer oltást adtak be a szakemberek, 643 ezeren a 3., míg 96 ezeren az első védőoltást vették fel. Müller Cecília országos tisztifőorvos a közösségi oldalra feltöltött videójában elmondta, hogy a vírus mutációi miatt is nagyon fontos a megerősítő vakcina. A hétvégén jellemzően a dél-afrikai mutáns, az Omikronnak a jelenléte uralta a sajtót, a közvéleményt, hiszen ez egy újabb variáns, de idáig már több mint 200-at azonosítottak. A jelenlegi kutatási eredmények alapján Magyarországon még nincs jelen a vírus új mutációja. A tiszti főorvos hangsúlyozta, az Omikron variáns betörésének megfékezése érdekében azonban fontos, hogy a december 5-éig tartó oltási akcióhét lehetőségével minél többen éljenek.